Idén immáron 35. alkalommal rendezték meg a Szegedi Kis Ferenc Erdészeti Szakgimnázium iskola napját. Az iskola minden tanévének meghatározó eseménye a Kis Ferenc nap, amit a diákok kitörő lelkesedéssel és szorgalmas felkészüléssel várnak. Hiszen a versenyeken való részvétel és kitűnő teljesítmény a későbbiek folyamán végig kíséri a további tanulmányaikat, és jó megítélést biztosít számukra. Ez nem önmagában csak a Kis Ferenc nap létezik, hanem van egy azt követő diák nap is, ahol egy szabadabb környezetben, egy szabadidő központban tudjuk eltölteni az időnket. Hát nagyon várják a gyerekek minden évben. Itt az iskolában vagyunk, de még sincs tanítás látszólag, mert ugye a versenyszámok azért segítik a gyerekeket a felkészülésben az életre is, meg a szakmájuk elsajátításában is, meg a különböző vizsgákra is felkészülhetnek ezáltal. Az esemény tematikája 35 év alatt nem esett át lényegbeli változáson. Csupán az eszközeit tekintve fejlődött, így a versenyszámok korszerűbbé és ösztönzőbbé váltak, melynek köszönhetően minden tanuló szívesen vesz részt a különféle programokon. A versenyek feladatai rendkívül eltérőek és más-más felkészülést igényelnek, hiszen akad elméleti és gyakorlati is. Különböző erdei étel felismerés is van. A legfontosabb talán egyébként, ami az igazi rangját adja ennek a mai napnak, a kis előadások. Nagyon érdekes, szinte már a tudományosság határátsúról előadásokkal készülnek fel a gyerekek több szekcióban, nem csak erdészeti témában vagy vadgazdálkodási témában, hanem természettudományokban is fölkészülnek. És ami még érdekes, például motorfűrészes versenyszámok is vannak, ez egy gyakorlati versenyszám, és mégis helyet kap a mai napon, ez is itt nálunk. Az iskola minden évben kiválasztja a legjobb tanulóját, akit Kis Ferenc emlékéremmel jutalmaznak meg kitűnő tanulmányi eredményéért és példás magaviseletéért. Nagyon megtisztelő, hogy én kaphattam meg ezt a díjat, és szeretném megköszönni a tanároknak a törődést, a felkészítést, a rengeteg figyelmet és gondoskodást, amit kaptam tőlük, illetve a szüleimnek a kitartást és a támogatásukat, mert nélkülük nem sikerülhetett volna, hogy ezt elérhessem. Az eseményen Kis Ferenc névadójuk mellszobra előtt tette tiszteletét koszorúzással az éltanuló. A rendezvény díjátadó ünnepség zárta, amelyen a hagyományokhoz hűen a magyar himnusz mellett az erdész himnusz is felcsendült.